Megtartották ma Bukarestben a Három Tenger Kezdeményezés üzleti fórumát. Az esemény megnyitóján már Csercsolákú miniszterelnök kiemelte, óriásiak a Három Tenger Kezdeményezés térségében rejlő lehetőségek, élni kell velük. A Három Tenger Kezdeményezés az állampolgárok jövőjének, a tagállamok gazdaságának és a régió biztonságának a pajzsát képezi, mondta Márcsél Csolákú miniszterelnök a kezdeményezés üzleti fórumának a megnyitóján, amelyen köszöntötte a számos magasrangú résztvevőt. Kifejtette, most már egyértelművé vált mindenki számára, hogy Oroszország illegális háborúja arra késztet bennünket, hogy egységesebben védjük meg a demokratikus értékeket, és közösen építsünk ki egy erőteljes gazdasági környezetet, fogalmazott. Am încercat aici, în România, să urmărim îndeplinirea acestor deziderate. Megpróbáltunk itt Romániában is eleget tenni ezeknek az elvárásoknak. Nem volt könnyű, önök is tudják, hiszen mindannyiunkat negatívan érintett a pandémia, az energetikai válság és Oroszország illegális háborúja. De befektettünk, és ezentúl is beruházásokat fogunk eszközölni az utak, vasutak és kikötők korszerűsítésére. Ez segíteni fogja a gazdaságainkat, és biztosítja majd azt, hogy az ukrán gabona eljut a világpiacra. Az üzleti fórumon az államfő is köszöntötte a jelenlévőket. Felszólalásában kiemelte, hogy folytatni kell a nagyszabású infrastruktúra fejlesztési projekteket más uniós országok, valamint a nyugat-balkáni országok bevonásával. Továbbá kiemelte, hogy a jelenlegi helyzetben a fő célkitűzés a régió északi és déli része közötti összekötetés megerősítése mind polgári, mind katonai vonalon. Ioannis szerint a Három Tenger Kezdeményezés a polgári atomenergia ágazatban is érdekelt lehet. Ilyen tekintetben, mondta, a Csernavodai erőmű harmadik és negyedik reaktorának megépítése, valamint a kis moduláris atomreaktorok kifejlesztése révén Románia regionális és uniós szinten is fontos energiabiztonsági tényező lehet.